Az ország távolabbi pontjairól is érkeztek érdeklődők, mint ez az apuka kislányával, aki Pécsen nyaralt és véletlenül talált rá a Históriás udvarra, de mint hallhatjuk, nem bánta meg. Számára a nosztalgikus élmény, hiszen ő is volt hagyományőrző. Én a másik oldalon voltam 10 évig, igen, hagyományőrző voltam, csak a család az közbeszólt, és most nem annyira. De Debreceni Egyesületben meg voltam a tagja, úgyhogy ismerem és szeretem ezt a hagyományőrzést. A hagyományőrzésen belül a bajvívás, a régi korabeli viselet, eszközök, szerszámok és a velük való foglalatoskodás idézik a korabeli hangulatot. Itt még az eredeti öltözethez tartozó gumvarási technikával is meg lehetett ismerkedni. Ez úgy készül, hogy igazából van először egy gyapjú mag, ami elkészül. Ez úgy van összevarva kézzel. Azt ugye magával az árral kiukasztom középen, és utána felbordázódik ugye maga a gomb, először ugye a függőleges verzióban, utána pedig egyesével át van húzva, mindig át van húzva, plusz még egyszer egy hurokkal. Tehát gyakorlatilag végigmegy az egész körbe, és akkor a végén teljesen véget ér, akkor lesz neki egy ilyen kis füle, és akkor így fel lehet varni igazából a dolmányra, és akkor így magához a ruhának ez lesz a gombolása. A mi korszakunkban nagyjából 2-3 féle gombolási típus, gombkészítési típus maradt meg. Ez az egyik. Ennek van még egy egyszerűbb verziója, és most tanulok még egy harmadik változatot is, de az még egy nagyon kezdetleges verzióban van, úgyhogy abból az még egyelőre nem publikus. Pécs késő középkori és hódoltságkori életét akarja bemutatni a rendezvény. A hagyományőrző csapatokat is úgy próbálták összeválogatni, hogy magas színvonalon képviseljék a Múzeum utca plusz programot. A Janus Pannonius Múzeum munkatársa és a Vándorló Történelem hagyományőrző csapat kapitánya avatott be a megelevenedő történelem rejtelmeibe. A 14.-től a 16. századig alakították ki a csapatokat, amelyek egy-egy korszakot képviseltek. A célunk az ugye az volt, hogy Pécsnek ezt a késő középkor, igazából ugye vagy késő reneszánsz vonulatát próbáljuk most megjelenteni és bemutatni. Ugye most főképpen katonai táborokat hoztunk, de most ez inkább egy ilyen hadi hétvége, egy katonai korszakok köré épül, de természetesen vannak olyan rekonstrukciók is, amik a múzeum leletanyagából készültek, és az azokból elkészült rekonstrukciók is megtekinthetők. Ebből ugye van egy bauenvér, egy parasztkés, illetve pedig egy kerámia készlet is, valami szintén itt ugye Pécs környékén előkerült történelmi kerámiának a rekonstrukciója, és az is megtekinthető. Történelmi újrajátszás, amit ők alakítanak ezen a napon. A kézművesség, a polgári kultúra megelevenítése is ide tartozik. Egy rendkívül korabeli fogmosásnak is tanúi lehettünk. Tojáshéj morzsába őrölve, majd tisztító ruhával a fogat meg kell vele dörzsölni, az öblítés egy speciális folyadékkal történik, mondta Helesfai Márk. Ugye a fertőtlenítés, szintén korabeli recept alapján készült szájvíz, almaeszet alapú, mustármag, rozmaring és egyéb fűszerek vannak benne. Hát ízlés kérdése, de a reggeli szájszagnál szerintem minden jobb, úgyhogy ahhoz már egy korszakhoz mérten friss leheletet fog biztosítani, illetve antibakteriális hatású, tehát azért akkoriban is már próbálták ugye a fertőzéseket minél inkább távol tartani, úgyhogy csak ugye ezzel már a korabeli szájápolásnak az egyik mozdulatát így akkor meg tudjuk mutatni, ezt ki is lehet próbálni a bátrabbaknak, de mondjuk utána akarjanak csókolózni. Rengeteg szórakoztató, hasznos, lelket, szellemet feltöltő, múlt idéző élmény gyűjthetett az, aki a Múzeum utca plusz programjaiban részt vett, nem sajnálva erre az idejét Pécsen, a Káptalan utcában.